A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a csatomás programra szólnokon a Tiszapart mozi is pályázott, és nyert ezen a pályázaton a vidéki klubok támogatására kiírt a 2015-ben tehát több koncert is megvalósult. Hogyan lehetne értékelni a tavalyi esztendőt, és milyen koncerteket sikerült megvalósítani itt Szolnokon? Nagyon érdekes volt a 2014-15-ös koncert, mert először pályáztunk, és azt hiszem először volt talán pályázat is a Csetamás program keretében klub helyek támogatására. Azért is, mert mi korábban már kísérleteztünk azzal, hogy koncerteket tartunk ezen a helyen, de hát soha nem tudtuk megfelelőképpen finanszírozni a dolgot, tehát mindig voltak hiányosságai a dolognak, állandóan alkudozni készült, kényszerültünk a zenészekkel, szóval nem volt egy kiszámítható folyamatos program. Zenei program a Tiszamodiba. Ezt először a múlt koncert évadban a Más program tette lehetővé. Nagyon örülünk neki, hogy volt ez a program, és nagyon sikeresnek gondoljuk mi magunk. Részint kiszámíthatóvá és tervezhetővé vált a, a programok felépítése, a zenekarok meghívása, tehát egy egész évadat tudtunk előre tervezni, bár egy kicsit késő jelent meg a pályázat és a szerződéskötésre is későn került sor, de azért úgy alapvetően lehetett tudni, hogy mi fog történni szeptembertől májusig a, a mozi különböző szinterein zeneileg. Sok izgalmas koncert volt, azt hiszem a záró talán a kis csillag volt, egy akusztik koncerttel, nagyon nagy sikerű volt a Blahalúziána például, ami nekem különösen tetszett a közönségnek is, mert ez a fontosabb. És hát a halott pénz talán a, a népszerűségi listát, az vitt el, az annyira jó sikerült, hogy ezt erről a helyről el is kellett vinnünk egy más helyszíre, mert egyszerűen nem fértek el a rajongók a, a mi kávézunkba. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igazából egy sikeres jó évad volt, és pályázati szempontból is azt gondolom, hogy a pályázat kiírójának is egy tanulságos élménydús anyagot hozott, amiből aztán gondolom majd a későbbiek beépítkeznek. Ezt a pályázatot 2015 őszén is kértek, és ismételten nyert a Szolnoki Tisza Part mozi, és ismételten könnyű koncerteket rendeznek meg. Mire számíthatunk a következő évadban? Igen, idén is pályáztunk, az, az idei összeg az már valamivel kevesebb volt, mint amit tavaly elnyertünk, de azt gondolom, hogy ez még mindig egy olyan szintű támogatás, amiből színvonalasan meg lehet valósítani a kírója által álmodott klub színvonalat. Olyan sok mindenre nem változtatunk. Mindenféleképpen törekszünk arra, hogy a klub zenei életnek többféle arculatát is megpróbáljuk megjelentetni a közönség számára. Ilyen például az a ma este is, amikor egy rakabili koncertről van szó, de a koncert mégis két részből áll. Az első részben egy blues történeti előadást hallhatunk, ami tulajdonképpen nem egy, egy száraz beszélgetős előadás, hanem, hanem felülnek a színpadra a fiúk, és akkor elkezdik játszani a, a Mississippi Deltából eredő eredeti blúzokat. E, aztán miután kellőképpen föltüzelték a közönséget, akkor utána kivonulunk a kávézóba, és akkor a táncra is perdülhet a nép. Több ilyen koncert is lesz. E, nem csak a blues területé, hanem más területeken is. E, volt már például egy nagyon jó sikerült jazz koncertünk, Zolbert lemezbemutató koncertjét itt kezdte nálunk. E, volt az esti kornél, aki a gondolom, hogy kedvezzenek a egy akusztik koncerttel, ez is egy érdekesség volt. Őket tavaly szerettük volna, de betegség, a dobos betegsége miatt ez nem jött össze, és, és egy ilyen akusztik verziót választottunk. És több ilyen be is gondolkodunk, tompos kátyát várjuk, várjuk a 30Y-t egy, egy szintén akusztik koncertre próbálkozunk majd a whole de hát hogyha ő is belefér a költségvetésbe, bár az egy más kategória már árban. Ha még visszatekintünk az előző évadra, mi volt a közönség visszajelzése ezekkel a koncertekkel kapcsolatban? Hát a közönség a jegyeivel szavaz, és amikor olyan előadó volt, amit nagyon szeretek, akkor nagyon sokan voltak, és amikor olyan, akit kevésbé ismertek, akkor, akkor is azért eljöttek. Tehát én, amit, amit elmondanak, az is egy vélemény, de alapvetően az ő véleményük a, a jegyvásárlás, és az jó sikerült. Amiket megmondanak, az meg, az meg kimondottan pozitív. Tehát azt halljuk, hogy jaj, de jó, hogy van egy ilyen koncerthely, ami egy kicsit más, mint a többi, és, és nagyon bíznak a folytatásban.